Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma az apostolok cselekedetei 27. részének 22. versétől szól hozzánk Isten igéje. Én azonban azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Ma figyeljünk arra, amit Lukács így ír az előző szakaszban a hajó útról, annak minden küzdelméről, kilátástalanságáról, hogy minden reményünk elveszett. Voltak olyan idők az életünkben és történelmünkben, egyház történelmünkben, amikor azt mondhatták, azt mondhatjuk, hogy minden reményünk elveszett. Amikor olyan volt a helyzet, olyan sötétség volt lelkiképpen, olyan kilátástalan helyzet, vagy épp az ellenség hatalma, hogy azt mondta az ember, ezt gondolta, minden reményünk elveszett. Ez a történet arról szól, ne vesszen el a reményed, mert ott van az Úr, és ő megerősít és bátorít, és amit ő eltervezett, azt véghez viszi. A Szentírás nem arról szól, hogy Isten el akar végezni valamit, hanem arról, hogy Isten el fog végezni valamit. Nincs ember, aki ezt feltartóztathatná. Nincs természeti erő, ami útjába állhatna. Nincs fizikai törvény, ami akadályozná, amit Isten meg akar tenni, azt megteszi. Most arról kell beszélnünk, milyen az, amikor minden reményünk elveszett. Miért vész el a reményünk? Miért írta le ezt Lukács arról a helyzetről, minden reményünk elveszett? Azért, mert a hajóra tekintett és a viharra. Ezért kellett Pál apostolnak megerősítenie, mellém állt az Úr angyala, akinek szolgálok, akinek hiszek, hogy ne a hajóra, ne a viharra tekintsek, hanem nézzek az Úrra. Amiképpen elénk adja ezt Mikeás könyvében is az ige, ezt mondja Mikeás, de én az Úrra nézek. Mert ha csak a hajóra nézünk, akkor el lehet mondani, hogy minden reményünk elveszett. Egy gyülekezeti házban láttam egy fali táblára írva, ha csüggedni akarsz, nézz önmagadra. Ha csalódni akarsz, nézz másokra. Ha győzni akarsz, nézz Jézusra. Nekünk Jézusra kell néznünk hittel, ő rá tekintett az énekíró is, küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed, hirdessék szavad, öntsd lelked értük győzelmes imába, mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Amen.